Vércserepült a Wellis sportpark ablakának Dabason. A sérült madarat a sportközpont munkatársai befogták, és értesítették a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóságot. A helyszínre érkező természetvédelmi őr megállapította, hogy a madár röpképtelen lesz, de megfelelő gondozással hosszú élet várhat rá. A legújabb részletek alapján, amiket kaptam tájékoztatást itt az itt dolgozóktól, feltehetőleg az üvegnek ütközött, és ennek során sérült úgy a szárnya, hogy ugye röpképtelenné vált, és így sikerült ugye befogni a madarat. Elég gyakori, ugye a nagy felületű üvegek azok, amiknél a madarak sokszor ilyen jellegű sérülést szenvednek, ez kistestű énekes madaraknál is jellemző, amik csoportosak, fenyőrigó, csontoló, például téli időszakban ilyen, előfordul sajnos gyakran. Ezeket a káreseteket lehet esetleg mérsékelni ilyen ragadozó madár sziluettekkel, amiket ki lehet ragasztani, illetve ezeknek az üvegeknek az átláthatóságának a csökkentésével. A vércsétköltési időszakban érte a baleset, így a fészke is veszélybe került. Igen, ilyenkor nem teljesen biztosított az, hogy az egyetlen megmaradt szülő az a fészek alját fel tudja nevelni, vagy ki tudja költeni a tojásokat, úgyhogy valószínűleg itt az idei évben a költés ennek a párnak sikertelen lesz. Sajnos ez a legérzékenyebb időszak így a madarak szempontjából.